Május 26-án Répközség polgármesteri hivatalában dr. Kovács Gergely alpolgármester és Kanizsai György a turisztikai és nemzetközi kapcsolatokért felelős bizottság elnöke átadta Kozma Dorel polgármesternek azt a képviselő testületi határozatot, melynek értelmében Hajdúszoboszló kezdeményezi partner települési megállapodás megkötését Rév helyhatóságával. A rövid, de tartalmas látogatás alatt a hajdúszoboszlói delegáció kipróbálta a raftingot a Sebes-Körösön, megtekintette a Nagy Magyar Barlangot, valamint a Révi Cseppkő Barlangot. A csendes, ám annál varázslatosabb erdély sok szépséget rejt. Ebben a völgyben is egy igazi csodavilág elevenedik meg, ami télen és nyáron is felfedezésre csábít. Réven a Révi vízesést lehet megnézni, illetve a Zicsi Barlangot. Most mellette épül egy Zicsi múzeum, úgyhogy azt is majd egy szerintem jövőre már készen lesz. Illetve kalandturizmussal foglalkozunk itt a Révi szorosban, úgy mint rafting túrák, via ferrata túrák, gyalog túrák, még egyéb mindenféle játékok, stb. Minden. Szóval van mit csinálni, hogyha eljön valaki, egy hétig tudunk neki programot adni. Az erdélyi kirándulás nem csak azért csábít felfedezésre, mert gyönyörű természeti adottságai vannak, hanem mert az ott található turisztikai lehetőségek is kiváló kikapcsolódási lehetőségeket kínálnak minden korosztálynak. Én most járok itt először, viszont nagyon sokat hallottam már, nagyon sok jót hallottam már a településről. Hát turisztikailag ez egy nagyon-nagyon értékes terület, én azt gondolom, hiszen számos olyan lehetőséget kínál. Elsősorban itt a hegyi környezet, a vadvíz, a körös, sebes-körös, a rafting lehetőség, amik igazából a környékünkön nehezen, vagy egyáltalán nem fellelhetőek. A Rév páratlan természeti adottságokkal rendelkezik, mely lehetőséget adhat arra, hogy a sok hajdúszoboszlói szolgáltató az ide látogató vendégeknek olyan kiegészítő kirándulásokat kínáljon, amelyekre Magyarországon kevésbé van lehetőség. Számos túraútvonalat láttunk, tapasztaltunk, kipróbáltunk, kirándulási lehetőségek, barlangok, felfedezni váró helyek vannak. Én azt gondolom, hogy Hajdúszoboszlóról ide eljutni körülbelül 2 órás autóút, akár egy hozzánk érkező hosszabb tartózkodási időt tervező vendég is betervezheti, javasolni is fogjuk, tehát megpróbáljuk ezt ott Szoboszlón kicsit promotálni, hiszen nekünk is az a lényeg, hogy minél több elégedett vendég legyen, és én azt gondolom, hogy ha ide érkezik egy vendég, bárhonnan is jöjjön, itt biztos, hogy jól fogja magát érezni. Rév és Hajdúszoboszló jó turisztikai adottságokkal rendelkezik, ugyanakkor a települések között kiváló az együttműködés is. Egy érdekes egybeesés, hogy mind Hajdúszoboszló, mind Rév 65 kilométerre van a magyar-román határtól, tehát azt gondolom, hogy már ez is egy olyan szál, ami összefűzheti ennek a két településnek a történetét és a további sorsát. Ez ugye meg is történt, 2008-ban volt az első kapcsolatfelvétel, 2012-ben már közös projektje is volt a két településnek, és azt lehet mondani, hogy az együttműködés azóta is töretlen. A legutóbbi testületi ülésen Ceglédi Gyula polgármester és a képviselőtestület tagjai is úgy ítélték meg, hogy egy szintet kellene lépni ebben a kapcsolatban. Az eddigi projektekre szóló együttműködések és a baráti kapcsolatok után egy hivatalos települési kapcsolat létrehozásáról fejezték ki szándékukat. Engem ért az a megtiszteltetés, hogy ezt itt Réven a település polgármesterének tolmácsolhattam, és ők ezt nagy örömmel fogadták, sőt Hasas János alpolgármester úr már azon a napon továbbította is engedélykérés céljából a minisztériumhoz, ugye itt Romániában ez így működik, hogy minisztérium engedély szükséges ahhoz, hogy partnertelepülések legyenek határon túl. Több partnertelepülése van már Révnek, és azt lehet mondani, hogy ők ahogy a mi városunk nagyon otthonosan mozognak ezekben a különböző határon átnyúló projektekben, és azt gondolom, hogy ezért is lehet ez fontos, hogy itt is tudjuk fokozni az aktivitásunkat. Voltak már ugye közös projektjeink, most is gyakorlatilag egy ilyen projekt keretében látogattunk ide, és mind turisztikai, mind gazdaságfejlesztési célból nagyon hasznos lehet, hogyha nem csak sima projekt együttműködés, hanem partnertelepülési kapcsolat van a két település között. Ennek apropóján a szeptember elején Hajdúszoboszlón sorra kerülő első partnertelepülési találkozóra már Rév delegációja is meghívást fog kapni. Az önkormányzat reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy addig vagy legkésőbb ott hivatalosan is sikerülhet aláírni majd a települési megállapodást.
Mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a lehető legrövidebb időn belül megkapjuk azokat az engedélyeket, amelyek szükségesek adminisztratív úton ennek a partner kapcsolatnak a létrehozásához. Nagyon nagy örömmel fogadtam ezt a felkérést, és nagyon nagy szeretettel Hajdúszoboszló részéről, mert ez a régi kapcsolat, amely már 2008-tól kezdődött, most már teljesen hivatalos útra is lép, és megerősödik kettőnk között ez a kapcsolat.